Na, szevasztok gyerekek, csáó mindenkinek! Jó nagyot! Ma ismét egy kis hubarozás fog ránk várni. Folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Nyilván persze azért ez most más lesz, nem fogunk annyira ráhagytani le az olyan fuvarokra, mint tegnap. Majd mint legutóbb. De azért lesz egy-két izgalmas dolog, ami ránk fog várni. Na hát nézzük akkor az elsőt meg. Innen mit viszünk és hova? Temesvár vagy Szeged? Hát igazából álljunk le oda, Románia fele. Kis bemelegítésnek jó lesz ez is. Aztán többit megássuk, hogy onnan meg, hogy hova megyünk. Tesz óvatosan, óvatosan. Lehet, hogy ne zúzzuk szét a kamion. Aztán csőd lesz, hogy? Fő se kapcsolták, de már megyünk is. Szokásos esti fuvar, minden az. Nappal igaz, minek menni? Még este kell mindig. Hát azt fogom csinálni, hogy ezután inkább átmegyünk a konvojos részbe, mert ott azért kicsit az valósághűbb a dolog, mint itt. És a forgalom is jobb azért. Oké. 333 kilométer. Az valahogy szebben is van megcsinálva. Na mi van? Nem bírsz felmenni a kis izét, tudjuk ki? Nézzük a jódát, mindennek nem esik az eső. Vagy ha mondjuk maradhatunk itt is, aztán úgy viszünk fuvarokat, hogy jó legyen. Csak nem lesznek repülő pizék megint. Száztizennyolc, jó van. Hogy csak lazán. Nem kéne kiszállni vele itt a dologgal. Ezt a végén elrepülünk oda föl. Azt a kamionost, azt beengedjük, de a többit nem. De ott maradsz kis autós. Az nem kell, elég a sima lámpa is. A 70-es tempó. Nem nagyon sietnek itt az emberek.
tudjátok. 270 km. Persze, azt a rendőrbácsi megállottan nem akar átjönni, igaz? Köszi. Au. Így nekünk balra kell menni. Majdnem utána mentem. Na, ott már villog egy rendőrautó. Jaj, gyors hajtó, messze neked. Jegyeket forgalmít, mindent, mindjárt elviszik a rendőrautót. Kicsit elnéztem a kanyart. Mondjuk így gyorsan le lehet vinni egy fuvart. 150-120 fölött. Nem lesz akadály a szempár fuvarra. Ott is egy villogó. Hát mindenhol villognak. Hopp, itt egy garambol történt. Jó, ha. Fő a nyugalom. Egybe vagyunk. Többi nem számít. Mondjuk 150-nel akár még Franciaországba is kiszágódunk. Gyerünk. 210 km. Meg már 110 fölött megint a izé, mutató óra. Nem baj. Ne törődjön vele senki. Üres a plac, amíg fel nem borulunk, nincs akadály. Se félelem, semmi. Tehát még olyan egy busz. És akkor belassítunk. Nem ilyen buszos? Neked gondolom nem 70 a határ, vagy neked is lelőtték a pizsomát? Viszont majd elnézhetünk egy szervizbe, mert ahogy hallottam, lehet kocsit venni, meg buszt is, vagy nem is tudom, hogy van ez. Megnézzük. Egy buszt jó lenne. Kisporolni magunknak. De fuvar után meglátogatunk egyet. Tehát ez kerekperec 70 nem megy. Az a vicces. Jó van, tartsuk be a követési távolságot. Ráérünk igazából. Na, az egy index, kanyar, oké. Megúsztuk a buszost.
most lehet újból húzatni neki a kamiont. Hát menjünk. Na, a személygépjármű, azt ott hagyjuk. Bocsi, most nem volt kedvem lassítani, elnézést. Viszont itt balra megyünk. Fordulj balra. Most csak egy kamionos világbajnokság. Kutyusok, meg vagytok? Nem, azt mondják, hogy nem. Hát bólogatnak be, az meg jobbra balra. km, ez ennyi 12 perces fubar. Azt mennyi kamion jön. Ez igen. Na, az ott befordulunk szépen. Ki meg be. Lehet 40-es tábla, de hát simán. Simán megoldjuk 60-nal. Itt szerint ez a 20 km már nem sok. Ha kezdünk gyorsulni, főnök. Előzni meg nem tudunk, mert jönnek. Na, mi a főnök? Elmész? Elmész? Ne lassíts le, hát! Autópályán vagy, bazd meg! Nos, lépjük át a határt. Akkor mi ugye jobbra megyünk, mert nekünk arra kell. Kamionosok külön életet élünk. És te gyerek, veled mi lesz itt? Ki? Haladnék, ha tudné. Valaki itt áll előttem. Hát be is tudunk állni? Vagy ez zárt? Nem jó. Be tudunk állni. Csókolom. Ellenőrizenek nyugodtan. Hátul csak a izék mocorognak, a frissen szűrt halak. Valahogy tovább egyenesen. Te is be kéne menni súlyt mérni. Hát te várját, engem egyenesen küldenek, ezek meg így cikcakoznak. Na, az jó lesz. Ott mi beállunk a másikhoz. Hogy? Hát miért is kézünk? Atta, mibe akadtunk meg, főnök? Haló? Fönn akadtuk valamibe. Ja. Na, úgy. Engedj be. Nem engedd be, nézd meg. Mocsok. Te engedj be. Jó, köszi. Kis szemét állatja. Oké, hogy 50-es tempó van, de hát nem gyorsulunk, hogy mi van? Menjél, gyere! Erre az még messze van.
Még 83 kilométer. Na itt érdekes, 100-as a határ, itt nem ám itt 90, meg 80, nem a Sipolnak. Aha, na ez szokott probléma lenni ilyenkor. Bocsánat, főnök. Na várjál, most itt útterelés van. Hát akkor én arra nem tudok menni. Lezárták az utat egy garambol miatt. Hát akkor megfordulunk ott. Na hát ilyen is ritkán van. Jó, az ők arra mennek, mi meg viszont fordulunk. Persze, és most a rendőrautó miért áll meg? Miért áll meg? Megijedt egy kamiontól, vagy mi? Nem kell megijedni, az csak egy kamion. Jó van, sietünk, hát azon vagyok, de hát lezárták a fél utat. Majd most. Oda csapunk a lovak közé, gyerekek. Tábla. Ott egy kis útépítés megint. Meg többet 90 helyet, bocsánat, Erdőr bácsi. Nem láttam a 95-et. Kicsit lassú a forgalom. Vagy csak mi vagyunk túl gyorsak, ugye? Kettő közül valamelyik. Azért óvatosan kell menni, mert ezek csalókások, ezek a kanyarok. Ha már meg lehet burulni, ha az ember nem figyel. Még egy körforgalom. De jó, szeretjük őket. Hoppá, kibukkanó. Na, be is értünk Temesvárra igazából. Gyalogos nincs. Az ábra esett lámpa viszont van. Körforgalom is van. Van egy pirosunk is.
Beérünk, főnök, nyugalom. Kéne sorolni balra. Azon meg átférünk, ha mész. Mennyi, mennyi. Jó. Kanyarodjál, a BMW-s, hogy milyen autó vagy te. Három kilométer még van. Durva 4 perc előnyünk. Nem jön senki onnan. Most még átmegyünk, zöld van. Ott egy álló vonat, ami igazából megy a hangja iránt. Mondjuk az egy érdekes dolog. Akkor ide kanyarodunk balra, de nem oda be, hanem ja, itt hátra és úgy be. Igen, mert nem ide jövünk, hanem a másikhoz. Tavat földök, meghoztuk a rakományt. Hát a belem. Csak ledobjuk oda simán, aztán kész, most nem tolatgatunk. Elég volt tegnap a mozdonnyal menni. Jó, az egy tökéletes. Ma egy fuvar meg is van, gyereke. Na hát akkor nézzük a következőt. Ugye mik vannak? Gyönyörű szép Tebesváron. Milyen fuvarok? Az mi, Fanta? Majdnem. Ott van már valami nehéz súlyú. Hát nem is tudom, mit vigyünk igazából. Hát jó, hát 2560 kilométert nem vállalunk. Vigyük el ezt a fémbolt hajtást. Vagy... márványtömb. Na, elviszünk Bulgáriába egyet, tessék. LPG. Az valami veszélyes, vagy nem tudom milyen cumó lehet. Egy másik cégnél van. Pont a szomszédba. Azt hiszem, hát ja, tényleg. Mondtam, hogy megnézzük a kamionkereskedőt, nem mindegy. Akkor megnézzük ezután. Csak befelejtsük el. Zárva az ajtó! Ezzel azt hittem, hogy kinyissátok, mire jövök. Na mindegy. Hol van a fuvarom? Ott te! Nagyon szép. Na várja, azt onnan a másik oldalra kell beállni, mi? Aha. Itt valami fújdogál, ez mi? Mi a rossz sem. Előre. De most erre ezt a tartály, hát mi lesz, fasz meg útközben. Egy baj van.
Vagy ez itt alapból ilyen hangja van ennek a dolognak? Önök nyissátok az ajtót, menni szeretnék. Nincs idő ilyenekre. Tehát várnak engemet. El kéne vinni, úgyis javítatni a kamiont is. Majd akkor beugrunk valóba. Mondjuk ez nem egy olyan nagy dolgos. Úgy, ez hány tonna is? Várjatok ezt. Hát ez csak 21 tonna. Ez nem olyan vészes dolog. Jó, hát nyilván lehet azért ezt is izélni, kibakízni, mikor még kezdő pilóta az ember. Ez pont bepirosodott. Na hát ez lehet, hogy nem tesz jót amúgy az ilyennek, de hát kicsit fölráztuk legalább. Gyúlékony anyag. Mindegy, vigyázni kell rá azért. Nem, nem kezdődik, motorhiba, jó van. Nem baj, megjavítsuk. Pénz van. És a cég állja. Ó, bal meg ez is egy piros lámpa. De viszont várti zöldre, jó van. Tankolni nem kell, szerencsére az van bőven. Na mennyi főnök, mennyi? Most jön a probléma. Ilyen dupla pótost akarok vinni, pedig de valamiért nem dobál be. Valat szeretnék egyszer. Csak úgy az izgalom kedvéért. És akkor föl jobbra az autópályára. Nem jön senki. És akkor irány az autópálya. Aha, hogy ennél nincs ilyen.
Oké. Hittem, hogy ez úgy működik, mint a izéba, konvojosnál. De nem. Tudom, mennyire kéne száguldozni amúgy. Tehát... Hop, 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 hop. Na igen, na az ilyenekre vigyázni kell. Az ilyenekre nagyon vigyázni kell, mert aztán hamar dől a dolog. Hát itt még oké. Aztán utána már hanyargós helyeknél azért óvatosan. Még ez még itt elmegy. Na és itt már egy kis éket behúzunk, úgyis jön a körforgalom. Meg egy motorhiba persze. Ez ki nem maradhat. Marika néni mit árult kint? Az ott mi? Sört árulnak az útszélén? Ja nem, az öcsém. Majdnem ugyanaz. Mennyi körforgalom. Nem csak Magyarország, de Románia is híres erről, úgy néz ki. Itt is van kettő körforgalom, tessék. Sőt, lassan három is. Jó, hogy nem arra megyünk. Majd a 130. Az 40. Ó, van. Oké, gyors lassítás, körforgalom. Nem jön senki. Ugye az gyalogos. Köszönöm, még eddig gyalogos se láttam, nem, hogy izé. Zebra már volt, csak gyalogos nem.
50-nel szabadna menni, nem baj. Kicsit túlőjük. Oda kell érni gyorsan, azt mondjál. Na, 110. Még az a kanyar, ez még elvileg bemegy. Ezt a másikat már nem kéne megerőltetni, azért ez egy kicsit már rizikósabb. Ez 80-nal elmegy, de... azért már vigyázni kell. Ezeket a látványosságokat érdemes megnézni. Igazából utána kikötőt, hogyha mutassa, nem tudom. Aha. Na, ezt mondtam. Csak óvatosan. Tudjátok ki, bemegyünk, megnézzük mi ez. Még úgyse láttam meg egy ilyen is. Oké. Aha, micsoda bemutatás. Te rozsd el a látványt, tehát ott a kamionom. És akkor most ott mi ülünk a padon? Wow. Ezért mentünk majdnem 200-al, hogy megálljunk itt egy kis pihenőre. Hogy akkor ez csak egy szimpla ilyen, aha. Jó van. Oké, mehetünk. Mennyi volt, ez volt az átutazás, kész. Megnéztük egy kicsit itt a várost, a helységet. Ez lila lett, tessék. Igazából ami szép, az ott van, jobbra. Az a szép, a víz. Jaj, meg az is szép lesz, hogy mindjárt bemegyek az alagútba, úgyhogy burulok. Minden szép. Na, szóval ez a szép, gyerekek. Nem a város. Egy kis koalikus kamionnál mit akart itt? 70-es tempó. Gyönyörű. Ez egy ilyen kikötőies rész. Úgyhogy húzzál bele, most már lehet 80-na menni. Repesszé. Jó, ezeket a mapokat, mikor annak idején izétek, ugye frissítették minden, hogy több helyre lehessen menni. Ezért mondjuk szépen megcsinálták, hát mondjuk kicsit Magyarországra is ráférnék kis szépítés, de gondolom, majd lesz ilyen is. Ajjajajajajajaj, hát. A kölykamionon nehéz elférni. Hát azért ennyire nem hinném.
Amíg 400 km. Azt mondjuk, hogy egy autópályán be lehetne darálni. Hamar. Lehet így. Hogy néha lassítani kell buszosok miatt. Mindegy. Kicsit lemaradunk. Feltűnt a busz. Mondom, kicsit lemaradunk. Hát, akkor most már nem maradunk le. Halló? Hova lett a busz? Oké, hogy tegnap is már találkoztunk pár érdekes dolggal. De hát, ilyen még nem volt. Tűnnek el a járművek az útról. Ez baj? Érdekes dolgok ezek. Hoppa. Mert nekimentem a izénak. Ne nézzétek a telefonvezetés közben, jó? Ne csináljátok ilyet, veszélyes. Van meg! Miért utána megyek? Miért utána megyek? Mondjuk... Mehettek volna akkor már utána. Ott egy vonat, annyi az egész, hogy most akkor forgoldunk egy kört. Nem, hanem itt megyünk ki, én... Most mi van? Hát erre mutatott először, nem? Ott mentem neki a bokrosnak. Önök? Beragadtam, jó? Ne dudáljál! Ez most egy érdekes sztori így. Ebbe a fába akadtam meg. Arra kellett volna menni. Na most akkor merre is kell menni? Főnök. Arra? Azt itt átbaszol. Én hiszek bazzak, hogy erre kell jönni, de... Hát az előbb nem erre kellett volna. Na mindegy. Akkor jövünk erre. Lepótoljuk az elmaradott kacskaringózást. Hoppá, ott meg fejre állt egy autó. Hát, jó van. Mondjuk négy keréken jobb gurulni, mint fejjel lefele. Szóval, hogy ez azért így szépen meg van csinálva. Na, ez is, ha én belemegyek, az is szépen meg lesz csinálva. Ők itt van egy szervizes. Nem tudom, be kéne ugrani. Nem ugrunk be. Annyit kibír a kamion. Mondjuk persze, hogy nyilván nem kéne nekivágni a falnak, azt akkor többet is kibírna.
Az egyszer 80 van, és igazából 75-re fölmegyek, és majdnem utolérem. 75-70-re. Azért annyira nem megyek rá, mert ha meg hirtelen beféked, akkor meg cseszhetem. Az ott egy index. Azt hittem, ez is le akar kanyarodni, de nem. Kéne előzni, de annyira egy izé az út, hogy mindegy, találunk egy olyan helyet, ahol biztos meg tudjuk előzni. Sose érünk el a végére. Aztán záróvonal. Á, bazzeg, de... Opa! Hát de miért? Miért álltál meg, fiatal ember? Haló? Na mindegy, ha megoldottuk az előzést. Na. Itt... Itt mi van itten? Tenger? Óceán? Nem, tenger van. Igazából hol is vagyunk? Mi most? Most már leértünk, nem, még bemehetünk izébe. Határt még nem léptünk át. Ha jól néztem. Még Romániában vagyunk. Most aztán jó kiúton menjünk, hogy azt szerint 13-szor körbe menjünk a körforgalomba. Ez piros.
az piros, az piros. Jobban, hát még megálltunk időbe majdnem. Tessék, kicsit vízább tolattam, nehogy baj legyen. Ne tolassál, ha nem mennyi. Előre kell menni, nem hátra. Le kell kanyarodnom, Bástya. Engedj le, köszi. Kicsit félreállunk, gyerekek, egy-két perc, átugrunk a izén, szalagkorláton, kieresszük a sárga gőzt és megyünk tovább. Igen, elfelejtettem kitenni a vészvillogót. Na mindegy. Engedj be, főnök. ...220 kilométer, azt már ledaráljuk hamar. Főleg itt autópályán. Nem lesz megint izé... ...mi a fene... ...garambol vagy valami, amiért kerülni kell. A gyorsaság, a tempójuk halálos. Ajajajajajajaj, nem mondom én. Elkezd megesik az eső. Hát erről nem volt szó. Én azt hittem, hogy a gyorsaságtól van ilyen. Tehát akkor esik az eső, jó van. Nyugalom. Mindenki nyugodjon meg, ez csak egy kis eső. Mindig abból szokott a legnagyobb baj lenni, de... ...most csak nem lesz. Jobbra kell nekünk menni. Konkrétan csúszik az a kamion. Szóval... Most óvatosan követhetni, nem lehet széleg 120-szal remegni. Ott van. 172 kilométer. Itt is az ablak törlött. Azt mondták, hogy nem lesz már eső, erre meg szakad az eső. Most meredek volt, ezt majdnem elkaptuk.
Ott van Bukarest, azért mondom, hogy még Romániában vagyunk. Nem tévedtünk-e? Még. Aj, de nem szeretem az ilyen időt. Jobb lenne egy kis napsütés. Hát főnök, nem láttad, hogy kanyarodok kifele? Eső egy kis minden. Spálőzzük. Most aztán jó a fényviszony, pont a tükörre megy minden. Mátok semmi. Konkrétan. Benzinkút nem kell. Ott egy kis lassítás nem ártana. Halló, az az autó, és látta valaki, hogy ott volt. Az ott mi? Egy pihenőhely, meg egy súlymérő. Ja. Átfordulunk ide. Le kell fordulni. Na várja, nem jó sávba vagyok. Főnök, engedj be, Léci. Jó, köszi. Esik az eső, azt még az utat se látjuk. Jó van. Ó, 30-as tempó, hát nöp. Jó, ha szerencsére buszos elment. De hát meghal a váltóba ezeket, ennyi 14 szórakozni. Mennyi me? Nem érünk oda soha. Megáll, érted? Megáll! Mennyi, mennyi! Ne áldogálj, mennyi! És megint. Hát mehaladnák én, de hát többet... Na. Nem engednek. Ó, bassza, másik oldalra kellett volna beállni. Most egy kicsit csalunk. Bam, ez ez. Túrany neki, mint a buszáj volna. Ha. Nem baj, ha megelőzlek, főni. Jó, most átveszem az előnyt. Aztán sose érünk oda sehova, hogyha abba a tempóba megyünk, amit előírnak itt nekünk. Jó, hát nyilván betartjuk az ér, de... Csak lazán. Ennyire most már talán nem is esik az eső. Na most vagyunk Bulgáriába. Ezt le is kapcsolom. Többit már elviszi a izé, nem? Vagy nem?
Tévedek? Tévedek. Állj már, hogy miért pont hídon kell egy ilyen öreg asszonyt kifogni. Menjünk, légy szíves, hát nem a idébevásárló központba vagyunk. Nézd, megáll. Megáll. Nekem is mindjárt az eszem tőle. Jó, örülök neki, az átvizsgálás sikeres volt. Mehetünk. Újra tervezés. Nem is esik az eső, akkor lekapcsolhatjuk legalább a szét. Szablak törlőt. Oké, meg volt a határfizetés. Hát de most itt 5 méterenként izélni kell. Itt egy vizsgálat, ott egy vizsgálat. Mindenhol egy kicsike. Ezzel megy az idő, főnök. Engedjél át, Pista. Az előbb is ellenőriztek. Most mit akarnak még egyszer ellenőrizni? Betükrözés nem adna. Hát onnan nem jön senki. Kis ívből nagy ívbe fordulunk. De már befordul, de ezt is megint egy körforgalom. Ez brutál. Gyerekek, egyik körforgalma. Kilencvenegy kilométer. Ha nem kell kanyarogni, akkor ez most megvan. Szerintem ezzel abba is hagyjuk majd a fuvart. Aztán megnézzük még egy izét, kamionkereskedőt, minden. Körbenézünk ott, hogy mi van. Mit lehet venni. Hát a Volvo-mat nem fogom lecserélni, az fix. De megnézni, hogy mire lehet átfestetni, vagy valami. Vagy valami szexi járművet venni. Mert csak így szórakozásból menni egyet. Oké, egyenesen tovább. Tudom, mikor jártam Bulgáriába utoljára, amikor még eltérséztem. Nem ma volt, az biztos. Leszökültünk egy sávra. Érdekes, hogy ő balra húzott ki, mikor neki maradni kellett volna jobb oldal, de nem baj, ez lenne a legkevesebb. Jobb esetben 8-5 oda is érünk pont.
Van, ez amúgy is egy lejtő, szóval azért fék neki. Csak csínyen bínyen. Hamar lehet ebből burulni. Az csoda, hogy ide beengedtek. No, bocsi autós, szia, hello. Veliko Tarnovo. Nekem is jobbra, nekem is jobbra. Nem mondod, 40-es határ van itt be. Hát, te jó szagú ég. Hát mire fogok így odaérni? Jó, hát 8-ra akkor is odaérünk. A kerekperesz 4 kilométer, de az... Nem kéne lezúzni magunkat amúgy. És itt is van a cél. Kérdés, itt se parkolunk be nagyon. Bedobjuk a furgonost. Hogy? Azt akkor megnézzük, hogy mik vannak itt sunyiba. Na, az persze. Aztán most mindent látok ám. Nyilván, kisütött a nap. Ahogy né. Oké, állj meg. Jó, kész. Ennyi. A fuvar is megvan. Majdnem 108. Na mindegy, na nézzük már akkor, hol is van itt egy kamionkereskedő. Igaz, nem is tudom, hol érdemes nézni. Talán mondjuk egy Volvo-t. Nézzünk körbe ott, hogy mi van. Kereskedő meglátogatás, hát van valami csinibili. A Volvo-nál biztos nem. Igen, elhagyjuk a kamionkereskedőt. Nézzünk így. Nézzük meg a Scania-t. Nézzünk egy Scania-t. Hát ott van valami. Flotta. Basztarolt én. Mely van a... Ennél is csak ugye a simák vannak. Aha. 730 lóerő. Hát... Kecsegtető, de Scaniát azért azt nem viszünk. Most igazán mást akarok nézni.
6 erőnő kereskedő. Wow! Milyen Renault ez? És külön cuszlés izék, minden. Jó néz ki. Mercedes. Törökországban az van. Mondjuk először Rukon játszottam, akkor Merci kamionom volt, azt már nem tudom, hogy milyen. Ebbe sincs olyan, ami... Ez lehet, hogy az itt nincs is. Na, majd annak utána járok. Azt hiszem, majd ennek a dolognak. Hatszer 40 lóerős. Hát igen, azért az kisebb. Kisebb azért. Egy Iveco. Azok se néznek ki rosszul. Hát ez csak 560 lóerő. Ezek a nagy daffosok reményi. Nem néznek ki rosszul, de ez is csak 530 lóerő. Már ez nem a mesó. Ó. Van egy kicsi Scania-m. Milyen rossz sem. Hát került az oda. Aha. Jó van. Na gyerekek, ez ennyi volt. Hát remélem, hogy tetszett a... tetszeni fog a videó. Ha szeretnétek több ilyen kamionos tartalmat, vagy valamit, akkor nyugodtan kommenteljétek, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és akkor majd legközelebb találkozunk. Addig is, lehetek jók. Ciao.